megsemmisítését elrendelem. Michael Caine, Kárpáti Tibor. Cliff Robertson, Orosz István. Ian Bannon, Zágoni Zsolt. Harry Andrews, Úri István. További magyar hangok. Áron László, Volmut István, Földi Tamás, Bognár Zsolt, Rosta Sándor, Németh Gábor, Mikula Sándor, Holnándor, Albert Gábor, Koncz István, Kovács Károly, Imre István, Lukácsi József. Henry Fonda, Szokolai Ottó. Fényképezte Joseph Berak. Igen, uram. Átadom az üzenetet Nolan kapitánynak, amint visszatér. Azonnal kapcsolja! Igen, uram. Megértette? Azonnal kapcsolja! Ó, te jó ég, te jó ég. Mi az? Jól felpaprikázta magát. Az öreg látni akar. Most rögtön. Na már csak ez hiányzott. Sok szerencsét! Szabad. Elnézést, uram. Mi történt? Dépsz admirális keresi rádión, uram. Úgy értem, az admirális személyesen. Na és? Hát megmondtam neki, amire utasított. Hogy nincs benne, és hogy Lawson hadnagyot még mindig keressük. És? És elégedetlen volt a válasszal. Én is az vagyok. Miért nincs meg Lawson? Nem tartózkodik a bázison, uram. Akkor keressék máshol. Küldje ki a parti őrséget. Hozza vissza, akárhol van. Igen, uram, de ezt már megtettük. Ha megtették, nincs más mondani valója, igaz? Nincs, uram, semmi más. Csak gondoltam, tudni szeretné, hogy mi a helyzet. Délnyugat, csendes óceán, 1942 tavasza. Lawson hadnagy! Lawson hadnagy! Kiszállott a torkom! Ígyunk még egy üveg sört! Nem látta valaki Lawson hadnagyot? Részem, hová mész? Szerzek magamnak valami ennivalót. Velem tartasz? Már ettem. Hé, hey, ott van, hadnagy úr! Lawson hadnagy! Nolan kapitány azonnal látni akarja, uram. Engem? Igen, hadnagy úr. Kérem, uram, üljön be. Jó van, már is. És miért akar látni? Nem tudom, uram. Visszajövök, lányok! Ne első a szolgálat! Addig álljatok sorba! Megjöttünk, uram. Ne is állítsa le a motort. Igen, uram. Látni akar az öreg? Az nem kifejezés, hogy látni akarja. Tessék. Hello, John. Hogy vagy mostanában? Azt mondták, kerestél. Igaz ez? Egyébként, hol jártatok azzal a helyes tyúkkal tegnap este?
Nekem az volt az érzésem, hogy az a helyes tyúk veled van. Én csíptem fel, de te tetszettél neki, John, nem én. Ezért mentem el. Nem akarok gálásnak tűnni, de azt hiszem nem történt több, mint a jelenléted. Beremélem, értékeled. Nem tettél vele túl nagy szívességet. Hallja, mit akarsz, aztán menjünk el enni. Kapsz egy feladatot. A szabadságom előtt. Igen, a szabadságod előtt. Rendben, amennyiben holnapig végzek vele. Attól tartok, annál hosszabb ideig fog tartani. Az lehetetlen. Jön a 4 hetes szabadságom. Később. Később vagy sem, vasárnap este én már San Franciscóban leszek. Ma délután indulsz repülőgéppel. Vasárnap este az Új Hebridákon leszel. Az Új Hebridákon? Oda szól a parancsod. A szigetek egyik brit harci egységénél kell jelentkezned. Japánul beszélő tisztre van szükségük. Tessék, miről beszélsz? Miféle harci egységről? Előbb elhalasztod a szabadságomat, aztán a csatatérre küldesz. John, van 3 másik tiszta rádiósoknál. 2 jobban beszélnek japánul, mint én. Mindhárom sokkal idősebb. Nagyszerű, érettebbek. Ki az, aki így pikkel rám? Én, de szó sincs róla, hogy pikkelnék rád. Az akciót a britek szervezték, és bizonyos mértékű fizikai igénybevétellel jár. Mi adjuk az embert, és szerintem te vagy a legalkalmasabb. Nem, nem, John. Ki van zárva, nem? Küld Antonellit, ő szereti az ilyesmit, de én nem. Magát küldöm, hadnagy. Hadnagy, szem vagyok, elfelejtetted? Leülni. Kérlek, John, ne... Leülni, hadnagy. Magas helyről érkezett kérésnek teszek ezzel eleget. Magas helyről. Hogy ezt megtehessem, kötelességem a lehető legjobb emberemet elküldeni. Te vagy az egyetlen, aki a tudásán kívül a fizikai követelményeknek is megfelel. Szerencsére úgy tűnik, más igényeik nincsenek. Kezdj el csomagolni, 25 perc múlva indulsz a repülőtérre. John, azt mondtad, harci egység. Nekem ettől az az érzésem támad, hogy le is lőhetnek, igaz? Ha ne talán elfelejtetted volna, nyelvszakértőként jelentkeztem ebbe az egységbe. Vagyis, hogy egész nap a rádió mellett üljek, és lehallgassam azokat a fránya keletieket. Na már most, ha megváltoztatjátok a feltételeket, akár vissza is adhatom a megbízásomat. Ehhez nincs jogod. Ha megteszem, másik tisztet kell elküldenem. Igaz? A parancsban csak japánul beszélő szemét kérlek. Ha visszaadod a megbízást, a tengerészet örömmel elfogadja, és másodosztályú tengerészként küld ki. Akarod, hogy már is intézkedjem? Igen, uram. Látom, nem győzhetek. Nem győzhetsz. Ezt a hadműveletet a britek a mi érdekünkben hajtják végre, úgyhogy nem árt, ha teszünk nekik némi szívességet. Szívességet? Úgy van. Nem vetne ránk jó fényt, ha kibújnánk a feladat alól, igaz? Nem érdekel, de ha ragaszkodsz hozzá. Engem pedig nem érdekel a véleményed, te katonák szégyene. Van más dolgom is. Lent az öbölben nyüzsögnek az embereink. Azzal megy el a napom, hogy visszaküldjem őket az államokba. Van köztük egy kölyök Smith, már tegnap este felszállt a fedélzetre. Talán őt hívjam vissza. Okosabb vagy te annál a fiúnál. Lehet, hogy beszél japánul, de nem szívesen bíznám rá ezt a munkát. Bár semmi közöm ehhez a küldetéshez, rosszul adná ki magát. Tűnj el a szemem elől, nincs több időm. És ahogy ismerem a briteket, nem fognak sokat törődni a lelki világoddal. Remélem, szétlövetik a fejedet. Biztos vagyok benne, hogy jól kijövök velük, uram. Oda lesznek, érted? El az útból. Nem halljátok! Sok szerencsét, uram! Mit a jót! Nem sietős a dolgok, igaz? Én azt mondom, ez a bohóc boldogtalan a seregben. Bizony, ez az igazság. Ez a bohóc mindenhol boldogtalan lenne. Thank you.
az, egy kicsit balra. Oh. Jó napot! Várj a hajó, uram! Indulj! Milyen hajó? Az a hajó, hadnagy úr. Várjon meg! 5 perc múlva jön. Jó utat, hadnagy úr. Zenét szerezte Gerald Fried. Bal, jobb, bal, 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 jobb, bal, 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 jobb, bal, 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 jobb, bal. A forgatókönyvet írta Robert Aldrich és Lucas Heller. Bal, jobb, bal, jobb, legyen ott, bal, 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 jobb, bal. De mindegy, hol van a... A lábuk járjon, katonák, a szájuk! Rendezte Robert Aldrich. Bal, jobb, bal. Bal! 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 Jó! Bal! Vigyázzanak arra az egyenes sorra! Gyerünk emberek, szedjék össze magukat! Nem nyaralni jöttek ide! Bal! 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 Jó! Bal! 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 Oké, bookmakerek elindjenek! Nincs több fogadás! Elkészülni! Vigyázz! Raj! Na! Gyerünk! Hé, Kennelly! A lovad megint beragadt a rajtnál. Ez nem igazságos! Tos, ez nem igazságos! Ugyan miért nem? Csak ostort használ a zsokém, nem, de? Ha nem gondolja meg magát az emberek, tartozol 2 csomag cigivel, Kanali. Igaza van, Kanali. Még te is gyorsabban futsannál a dögnél. Mindegy, akkor sem igazságos! Nem kell mindenbe beleütni az órodat, apukám. Akkor sem igazságos, Campbell! Figyelj! Tiltakozom, vizsgálatot kérek! A tiltakozást elutasítom! A versenylovat doppingolták! Milyen jogon avatkozol bele a versenybe? Sose vitatkozz egy Stuart-tal, öcskös! Nehogy panaszt tegyek ellened a zsokéklubba! Hagyd békén, Tos! Úgy tűnik, megint elment az esze. Azt ajánlom, vigyázz magadra! Mindenki ide hozzám! McLean, sorakoztassa fel az embereit! Igenis! Scott, álljon ide! Egyenes sor kérek! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Tizedes? Uram! Azonnal jelentkezzen Thompson ezredesnél! Feladatot kap! Mi történt, őrmester? Hamarosan megtudja. Jó reggelt, uram! Hello. Az ezeredes úr elnézését kéri, hogy nem jöhetett ki személyesen. Baj. Megkért, hogy üdvözöljem a nevében. Uram, ha lenne olyan kedves velem jönni... Kérem, jöjjön velem, uram. Oké. Alkalmatlan vagyok a feladatra. Lépjen ki! Ide hallgasson, ismerik a trükkjeit. Ha rákényszerít, fiacskám, a saját kezemmel feszítem keresztre. Rajta van a listán, mert magam véstem fel a nevét. A személyes kihallgatást akar, megkaphatja. És 1-2-re hadbíróság előtt találhatja magát. Saját magam megsebzéséért. Megértette, amit mondtam, fiacskám. Igen, uram. Hítós! Ki az ott? Egy nyavajás jenki, ha nem tévedek. Nem, Kanali, az nem jenki. Az ott hófehérke. Méghozzá milyen csinos. Elég abba hagyni! Mindjárt elveszem a kedvüket. Hörn! A maga dolga az, hogy vigyázban álljon. Erre, uram! Igen. Thompson ezredes hamarosan fogadja. Jól van! Vigyázz! Jobbra! Att! Á, jó napot, hadnagy úr! Isten hozta az új Hebridákon. Sam Lawson hadnagy, jelentkezem. Parancsára. Azt hiszem, ezt rábízhatjuk a törzsőrmester úrra. Nos, nem könnyű elhinni, hogy egy katonai főhadiszálláson van, igaz? Igen. Néha tudni szeretném, miféle művész vált volna Gauguinből, ha véletlenül idevetődik, és nem Tahitire. Tahitire?
Alig, ha van itt olyasmi, ami megihlette volna. Nem tudom, milyenek lehettek az itteni őslakók, ugyanis már nincsenek itt. És abban is biztos vagyok, hogy a jelenlegi lakók nem vonzották volna. Szóval ez a terület itt fent mind a japánoké legnagyobb bánatunkra. És itt lent van a saját csapatunk, melyet úgy érzem, csak hajszányival találna elfogadhatóbbnak. A csoport valójában egy dandár főhadiszállás maradványa, ami legnagyobb részt a saját ezredem katonáiból áll. Erőssége egy meglehetősen bizarr különc társulat, ami akkor csapódott hozzánk, amikor kivonultunk Szingapurból. Sokuk olyan buzgón igyekezett megszökni a seregből, mintha csak japán lenne. De a felettesei bizonyára már tájékoztatták erről. Nem tájékoztattak a felettesei, uram. Minden esetre az utóbbi időben riasztóan magasak a veszteségeik. Ennek a kis kirándulásnak a célja, hogy változtassunk a helyzeten. De tartok tőle, hogy engedve a kényszerűségnek, egészen a központi bázisukig be kell hatolnunk a területre. Értem, és mikor indulnak? Rögtön az eligazítás után. Körülbelül fél óra múlva indulhat. Fél óra múlva indulhatok? Fél óra múlva. Nem akarok túl sokat beszélni az ember. Zavad! Úgy tudom, hivatott úr. Váltanék magával néhány szót, mielőtt beszélek az emberekkel. Hogy érzi magát? Ó, remekül. Na, remekül, uram. Freddy gyengélkedett az utóbbi napokban. Ó, azt hiszem, még nem ismerik egymást. Ő Lawson hadnagy, az amerikai haditengerészettől. Ő pedig Hornsby kapitány, az őrjárat vezető. Örvendek. Örülök, hogy velünk tart. Ezzel egyedül van, de gondolom elkerülhetetlen az út. Pár perc múlva találkozom az emberekkel, bizonyára szívesen átöltözne. Remélem, hozott magával másik ruhát. Nem csak ezt az egyet. Mire gondolt? Valamire, ami nem ennyire formális. Törzsőrmester! Uram! Kísérje el, kérem, a hadnagyurat a raktárba, és válasszanak ki egy alkalomnak megfelelő öltözetet. Igenis. Attól tartok, a mosodaszolgálatunk kissé primitív. Rákényszerültünk, hogy az ivást kivéve mindenhez tengervizet használjunk. Ezért ne ijedje meg, ha az egyenruhája kissé húzós. Húzós? És az étel? Az is egy kissé húzós. Később találkozunk. Kérem, jöjjön velem, uram! Azt mondta, fél óra múlva. Fél óra múlva? Ja, igen, már említett. Ez aztán fura fickó. Mit akar, amerikai? Igen. De vajon tényleg beszél japánul? Biztos ez? Azt mondta. Én pedig nem vagyok alkalmas rá, hogy ellenőrizzem. beszélni akart, uram. Lényeges, csak tudni akartam, hogy elég erősnek érzi magát. Igen, természetesen. Úgy értem, ha szívesen lábadozna, még elküldhetem maga helyett Onilt. Nem, uram, nem, jól vagyok. Egy különben is kiváló lehetőségnek tűnik számomra, hogy kivételesen mi ártsunk. Igen, reméljük, hogy ők nem dédelgetnek hasonló ambíciókat. Riadó! Riadó! Mi a fene ez? Mindenki készen létbe! Hé, ez az! Abból az irányból jön! Azt mondtam, mindenki készen létbe! Mindenki a helyére, mindenki készen létbe! Kiparkodjon, katona! Gyere már! Ők segítek a lábatokat! Mozgás, katona! Gyere, mi lesz már! Tüzelésre felkészülni! Ne engedje az embereit lőtávolon belül, kapitány! Emberek, tiszta! Maradjanak a biztonsági zónában! Maradjanak a biztonsági zónában! Jöjjenek hátrébb! Trevor, őrjárat! Nehogy a saját emberinket találják el! Sikerülhet!
nézz a másik urat! Lőtávolságon kívül értek? Fegyvereket kézzel éppen tartani! Folyamatosan figyeljük a dzsungel! Jól van! Okoli zűrzavar. Ne erőltesse magát, Trevor. Okoli csata volt. Okoli csata volt. Vörös keresztes osztag! Hordágyvívők! Mához egy hétre a haditengerészet egyik konvoja itt halad el ezen az útvonalon. Tudjuk, hogy a japánok nem rendelkeznek légierővel a körzetben. Így a felszíni erőkkel való találkozás lehetőségétől eltekintve a mieink jelenléte ezeken a vizeken észrevétlen maradhat. Észrevétlen egészen csütörtök kora reggel, mikor is hajóink a japán partok látótávolságába kerülnek. Nos, a dolgok rendje szerint a japánok értesítik az itt állomásozó vízi és légierő csapatokat. Így konvojunk 24 órán belül többé-kevésbé a kegyelmükre van bízva. Érthető? Igen, igen. Igen, igen. Hörn! Hajdás! Mi van? Figyelj! Hörn! Lehet, hogy legkevésbé sem érdeklik az amerikai tengerészet hadmozdulatai és főpolitikai döntései, de kérem, figyeljen ide egy kicsit. Úgy vélem, nem fogja megbánni, ha úgy dönt, hogy végighallgat. Nem, uram. Helyes. Hadműveletünk célja, hogy megakadályozzuk az amerikai jelenlétről szóló hírek továbbítását az ellenség központi bázisára. Nos, a japánok minden szerdán és vasárnap a Rabauli és a Truki bázisnak küldik el helyzetjelentésüket. Ha sikerülne megsemmisíteni a rádiójukat, mielőtt elküldik a vasárnap esti jelentést, más szóval mielőtt a konvoj látótávolságban megközelíti a partot, tudnunk kell, hogy a küldetésnek legalább ez a része sikeres volt. Ez az a pont, ahol Lawson hadnagy csatlakozik a történet. A szerda esti jelentés előtt közvetlenül maga fogja elpusztítani a japán rádiót. Lawson hadnagy a saját rádiókészülékén lead egy teljesen szokványos jelentést, méghozzá japán nyelven. Uram! Igen, Hörn, mit akar? Fel kell adnunk a küldetést, ha Lawson hadnagyot véletlenül sajnálatos baleset éri. Baleset? Igen, értem, mit akar mondani. De azt hiszem, egyelőre korai a küldetés feladásáról, vagy egy Lawson hadnagyot érő balesetről beszélni. Igen, uram. Remélem, lelkesedése nem ragadós. Magam is remélem, uram. Ám ha ez válasz a kérdésére, Lawson hadnagy részvétele a hadműveletben nem feltétlenül szükséges, pusztán némi időnyerésül szolgál. Ha a körülmények megakadályoznák az üzenet továbbítását, már azzal is nagy szolgálatot teszünk, ha elpusztítjuk a japán rádiót. Igen, uram. Még soha nem kíséreltünk meg ilyen mélyen behatolni a japán területre. Ez öngyilkos. De ne felejtjük, a meglepetés a mi malmunkra hagyja. Most elleveteted a másik karod is. Dugulj el. Őrjárata nem egészen egy órát tartózkodott ott. Volna egy kérdésem, hogy ez a Trevor nem erről jött, vagy arról? Miért keveredett ilyen csetepatit? Az aknák miatt. Aknák? Igen. Ha a japánok egyszer nagy erővel támadnának a dzsungel, kitűnő búvóhelyet nyújtana számukra. Ezért aknákat fektettünk le. Egy darabig működött. Távol tartotta őket. Az őrjárat kibe tudott járni. Aztán a japánok is lefektettek néhány aknamezőt. Hét emberünk halt meg, mire felfedeztük. Te jó ég. És nem lehetne kikerülni ezt a sávot? Csak nem éjszakra készül hadnagy. Nem akarok túl aggályos lenni, de nem volna jobb éjszaka indulni. Az emberek is egyetértenek önnel. Nem volna biztonságosabb? Dehogy nem. De ha szerdán alkonyatig el akarjuk érni az ellenséges tábor, tartanunk kell magunkat a menetrendhez.
Tegnap éjszaka szerettünk volna indulni, de a felettesei némileg késleltették a szakértő érkezését. Úgy érti, hogy rajtam múlik az egész hadművelet? Attól tartok, igen. Elnézést a késésért, kapitány, de nem én vezettem a hajót. Fejeket fel! Vigyázz! Folytassák, kérem! Igen, uram! Vezényeljen pihenyt az embereinek, őrmester! Pihenj! Figyelem, katonák! Ha átjutunk ezen a nyílt területen, anélkül, hogy ellenséges tüzet vonnák magukra, feltételezhetjük, hogy a Trevor kapitány után küldött osztagot visszavonták, így egy darabig biztonságban leszünk a dzsungelben. Én Johnston őrmesterrel megyek. A többieket 3-4-es csoportra szakadva Lawson hadnagy indítja 25 másodperces időközönként. Érthető? Igen. Igen, uram. McLean tizedes, maga és Scott híradós az utolsó csoportban indul a hadnaggyal. Hearn! Uram. Ugyanez vonatkozik magára, mint Sanitéc az utolsó csoportban indul. Ha útközben valaki baleset ért, nem nyújthat segítséget, csak miután 200 méteres körzetben biztosították a területet. Megértette, Hearn? Igen, uram. Johnston őrmester, indulásra felkészülni. Uram! Indulás, emberek! A fegyveraktárhoz! Hallottad ezt, Connelly? Szaporán! Le ne lövess magad, amíg a túloldalra nem érünk. Miért ne, Tos? Mozogjanak! Mert semmi kedvem, egész úton pátyolgat. Mitől van ilyen jó kedvük? Jól van, álljanak sorba! Népsorolvasás! Figyelem! Fiddle, Thornton, Griffiths, Hearn! McLean! Rafferty, Rogers, Connelly, Campbell! Körjél! Lawson hadnagy! Gyerünk! Mozgás! Scott! Kapitán! Mindenki hallotta a nevét? Mm-hmm. Mi lesz azzal a négy alakit kívánc? A fegyveraktárba egyesével ja. Lépnek be! A ha biztonságban átjutunk, úgy gondolom, hogy behozzák. Mit mondok? Gyerünk! És ha nem? Mozgás, emberek! Szedjék a lábukat! Nem érünk rá! Hát, mindannyiunkat behoznak az éjjel. Őrmester? Uram! Készen állnak? Igen! Remek! Indulunk. 25, 24, 23, 22, 21... Hát, könnyen 20... innen, mielőtt még egy új főnököt kapsz a nyakadba. Mert nem állsz jót magadért, ha 8, összekarakozol vele. 7, 6, ó, te 5, hígy, hagyd őt békén. 4, 3, 2, 1... Indulás! Ha erdőbe téved ma utad, legyen fejedben ész. Ha erdőbe téved ma utad, vár rád némi meglepetés. Csönd legyen! Idióta barom. Állj fel! Gyerünk, Thornton, mi ütött beléd? Fáj a fejem! Rémesen hasogat a fejem! Ennek a fickónak nincs ki a négy kereke. Hogy mondta, uram? Mint akinek van egy kis könnyű légnyomása. Mit ért ezen, uram? Hogy bolond. Bolond? 24, bolond! 23... Ha bolond volna, nem sorozták volna be. 22, 21, nincs semmi 20, baj az öreg fiúnak. 19, 18, többet tud a katonáskodásról, mint bárki. 16, 15, beszélnél 14, van. 13, persze, 12, csak akkor, ha tiszta napja van. 10, 9, 7, 6. És ez ritka. Nem bolond. 3, 2, 1, gyerünk! 25, 24, 23. Ne egy vonalban sétáljanak, ostobák! Scatter, húzódjon balra, és szóródjanak szét! Gratulálok, uram. Úgy látom, a hadnagy érti a dolgát. Nem kell túl sok ész ahhoz, hogy az ember ne sétáljon egy vonalban. Ez így van, uram. Igaza van. 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. Igaza van. 1. Indulás!
mindenki a helyére! Gyerünk, mindenki a helyére! Nézed a rokonaidat, Campbell. Csönd legyen. Csodálatos ez a vidéki élet. Hát, hogy ne a disznóknak. Mi az, fiú? Mit főzöl? Elnézést, uram. Talán valami baj van a fogával. Ezt hívják tisztálkodásnak. Próbálja ki egyszer. Hallottál? Tisztálkodás. Azt hiszik, disznók vagyunk. Önted, barom. Kaphatnék tüzet, hadd meg. Nézd. Milyen jó pajtások lettek ezek. Nem csodálom. Te mondtad, hogy az úr megismeri az urat. Hát Hófehérkét nem ismerem, de a Wayne Hornsby csak annyira úr, mint egy szifiliszes utcaseppő. Ez a napszak a legkedvesebb. Eszembe juttatja. Én meg azt mondom, hogy mindegy, uram. Látom maga megrögzett városlakó. Én paraszt családból származom. Van egy kis birtokunk Kacróban. Igazán? Ha visszatérünk valaha, meggyónom a bűneimet. Na, én egyikben sem lennék biztos. Johnson örvest. Uram! Azt hiszem, ideje indulnunk. Igen, uram. Legyen Riddle a frontember. Riddle, előre! Már megint én. Tegnap hátsó lövész voltam. Jól van, fiúk, csak nyugalom. Azért, mert olyan szófogadó. Na, indulás előre! Canary, maga lesz a hátsó lövész. Hogy én, uram? Igen, uram. Egy teljes perccel utánunk induljon. Japánok, kapitány! Japán őrjárat, uram! Erre jönnek az ősvények! Öten vannak, jönnek! Le az útról, két oldalra! Előjjenek csak utána! Kapitány úr, hátizsákja! Sikerült! Rogers! Húzza le azt a nagy több fejét! Vissza, te ostoba folyankó! Hé! Lefelti! Rogers! Öljék meg őket! Griffiths! Dawson! Fegyvereket összeszedni! Mozgás, emberek! Ne adjunk nyomokat! Hallották a parancsot. Iparkodjanak. Ne hagyjunk nyomokat. Takarítsák el. Tos! Gyere ide! Gyerünk, gyerünk, nem érünk rá. Vigyék el őket az útról. Végeztünk, uram. Ezt is vigyék el innen. Tos, siess! Ebcsont befor. Öcsi, kutya bajod. Riddle, le az útról is. Maradjanak fedezékben. Gyerünk, Riddle, bújjon el! Takarítsák le az utat! Azt hiszem, meghal. Takarítsák le az utat! A fenébe! Campbell, maga menjen előre. Ha lát valakit, adjon le figyelmeztető lövést, és jöjjön vissza. Igen, uram. Mozgás, Campbell! Talpra állítjuk a fiút. Most ne figyelj ide, jó? Talpra állítunk, öcsi. Ez az. Ön? Mit óhajt, uram? Mi van ezzel a kettővel? Idióta, tedd ide a kezed. Nyomd a sebre. Jó.
Ennek körülbelül 5 perce van hátra. Ez megmarad, ha visszaviszik a táborba. De mi az ellenkező irányba megyünk, igaz? Igen, uram. Jól van, őrmester. Vannak egyéb veszteségei? A Jenki szerint Reed legény meghalt. Ez minden? Nem, uram. Curry és Canali. Meghaltak? Nem. Mit akar ezzel mondani? Beszéljen világosan! Curry meghalt! Canali megsebesült. Őrmester, kérem, vitesse el a holttesteket az úrval. Igenis, hallották! Tüntessék el a holttesteket, mozgás! És takarják le a vérnyomokat! Ne aggódjon, fiam. Hörd nagyon vigyáz magára. Azt hallottam, maga a fene jó futballista, Canali. Mire észbe kap, otthon van. Lehet, hogy a seregnél fog játszani. Nem tudom, voltam-e már... Kár volt abba hagyni a dohányzást, öcsi. Most szívhatnál egy slukkot. Fedezd, fiú! A sisakokat is! Fogja meg a lábát, és vigye oda. Jobbra. Scott, mit oda segítség? Itt vagyok, pajtás. A sisakot, fajankó, a sisakot! Nagyjából végeztünk, uram. Remek napot zártunk a Hamden Parkban, emberek. Holmes és csapata 5. Egyesült japánok 3. Igen, és mind a 8-at Hornsby lőtte. Hogy érti azt, hogy mind a 8-at? Úgy érti, hogy a Langeszi Horsby olyan mesteri taktikát alkalmazott, minek eredményeképpen a csapat egyik fele lelőtte a csapat másik felét. Nem, az lehetetlen. Lehetetlen? Bányász ki a golyókat. Nem találsz egyetlen japán golyót sem. Őrmester, induljunk tovább. Gyerünk, emberek, indulás. Ref! Rafferty! Maga a hátvéd! Gyerünk, gyerünk, mozgás! Kaptuk mindegyiket. Ez aztán a frankó csapat. Nagyok voltunk, ugye, fiúk? Átkozott. Nem tudsz valami más lótát? De igen, tudok. Csak a jelen pillanatban ehhez van kedvem. Énekelj olyat, amihez nincs kedved. Campbell, előfordult már veled, hogy mindkét kezed eltört? És egy barátodnak kellett begombolni a nadrágodat? Kapitány! Hornsby kapitány! Jöjjön ide! Japánok! Hol vagy? Úgyis megtalálunk egy nyomorult kis majom. Jöjjön, kapitány! Megszökik a gazember! Dobd elő azt a sárga képed! Különben mi megyünk utánad! Gyerünk! Úgy sem jut messzire. Rajta, mutasd meg magad! Gyerünk! Két japán. Itt másztak le. Egy hadnagy és egy tizedes. A tizedes lelőttem. A másik is megsebesült. Lehet, hogy már halott. Van fegyver nála? Nem tudom, arra tűnt el. Tartunk, utána! Tizedes, két emberrel fésülj át a környéket. Tartunk, Rafferty! Itt rejtőzik valahol a dzsungelben. Campbell! Uram, menjenek el a toronyba. Nézzék meg, nincs-e odafönt valaki. Hadd nagy maga velem jön. Ki megy fel? Én a karom miatt nem mehetek. Ó, ez az átkozott karot. Rajta, válsz fel, pajtás! Jó, jó, megyek. Nagyon magasan van.
Mit látod afent? Csak néhány műszert. Időjárás megfigyelők lehettek. Mi is hasonlót használunk a táborban. Levigyem őket! Nem, hagyd csak ott! Az a nyavajás Horzi még képes visszavitetni velünk a bázisra. Ó, ne aggódj, Torni. Ha? A kígyók szeretik a japánokat. Most keressek egy állatkereskedést és vegyek egyet? Sose találjuk meg ebben a dzsumbujban. Menjünk vissza! Úgy tűnik, a barátja útban van Tokió felé. Hm? Igen. Milyen állapotban van? Tud járni? Nem, uram. De őszintén. Nem. Fogja, segíts neki! Mi az? Várandós vagyok, hogy nem tettem le a lábam. Több száz ösvény van itt. Hogy az ördögben találunk el hozzá visszafelé? Gyerekjáték. Kis fehér pöttyökkel látjuk el az erdőt. Akár csak a Jancsi és Juliskában. Mehetsz, Gungacsin. Barátom, így meghalni. Óvatosan tegyél le. Oda. Elnézést, uram, de nem szolgálhatunk Rolls-Royce-szal. Erre szüksége lehet. Köszönöm, uram. Őrmester, sok szerencsét. Tízeles? Uram. Így, rendben. Kész vagyunk. Fogja. Ez meg mi? Sótabletta. Inkább cigit adjuk. Miért? Elfogyott? Sajnos. Hörn, mennünk kell. Szombaton találkozunk. Tudom. Köszönöm. Nem örökbe adom. Az adósom. Nehogy elfeledje. Nem. És ha nem akarja, hogy leessen a lába, lazítson a nyomókötésen. Minden jót. Jó pihenést, őrmester. Azt hiszem, őrmester lettél, Jock. Hörn! Ott lenn? Igen, uram. Hörn, Campbell, jöjjenek velem. Gyerünk, mozdulj már, Campbell. Tudtam, hogy ott van az a kis disznó.
fedezzen. Mi? Fedezzen. Rendben. Take it on, Nigel. Take it. Take it. Vigyázzon! Nem mindennapi élmény megölni egy tisztet, igaz, hadnagy? Csak egy kés volt nála. Mit vár tőlem? Hagytam valahogy eldobja? Nem. Ne! Én vagyok a Campbell! Mi a fenét akar itt? Maga kérte, uram? Idióta. Majdnem megöltünk, úgy trappoltál. Jó van. Menjük tovább. Hova sietsz úgy, Campbell? Elfelejtetted, hogy te vagy az utolsó? Ilyen, te Yankee az ember, remélem, hogy lezuhansz. Honnan tudja, hogy Yankee volt? A szagáról. Azt hittem, hogy maguk csak a pénzünk szagát ismerik. Hadnagy, McLean tizedes, jöjjenek velem. Ti itt maradtok. Rogers. 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 Látják valahol? Rogers! Hol a pokolban lehet? Mondhatnám, uram, itt van mindenütt. Sőt, mi több. Azt is mondhatnám, hogy körülöttünk van. Bizony, hadnagy úr, a sajátjaikat bombázzák a büdös ilyenkik. Akna volt. Tudhatta volna az ostoba. Ide, ezt nézzétek! Egy kínai vasútállomás, rákok meg mindenféle állat. Tartom, megkérdeztem neked, mikor indul a következő vonat Glasgow-ba? A következő vonat Glasgow-ba! Mit csinálnak? Halkabban az ég szerelmére. Menjenek tovább. Tizedes, nézzék meg, van-e oda bent valaki? Hé, Thornton, bal oldalra. Rafferty, arra jobbra. Jobb oldalra. Hé, ezek oldalazza közlekednek, mivel a keleti rákok. Hadnagy, jöjjön velem. Tönkretennék a házas életedet, mi? Adj nekik egy puszit, Campbell. Az ember legyen jóban a családjával.
A földszinten minden tiszta, uram. Rafferty még fönt fog. Nem enged, hogy a közelembe jöjjenek. Hé, hey, Campbell, szedd össze a rákokat. Miért pont én, te átkozom? Az a fiú az előbb, az a... Rogers? Igen, Rogers. Mit gondol, volt már dolga nővel? Fogalmam sincs. Ez nem igen tartozik rám. Bárhogy el tudom képzelni a halált. De így, ahogy ezek a fiúk meghalnak, nem tudnám. Igen, most ezt mondja. De tudom, hogy ha eljön az ideje, maga lesz az első a csúcson. Hogy a csúcson? Úgy értem, hogy kiderülhet, hogy igazi tűznyelő. Fogadjunk. 8-5-ös fogadok. És kölcsön adom a pénzt. Nem tud megszabadulni ettől a kék vacaktól. Tos! Hé, Tos! Ideje felváltani Griffith-t. Hé, Tos! Te vagy a soros. Griffith, ott hátul. Egy bomba kell, hogy felébredjen. Vagy inkább egy földrengés. Hé, Tos! Adj nekünk tüzet! Kösz. Mi a fenét csinálsz? Honnan van ez a cigaretta? Mi között hozzá? Johnstontól loptad, igaz? Hogy belész ezt megvádolni? Akkor mik ezek a vérnyomok? Úgy van, gazember, loptad. Na és ha tőle loptam, miért olyan nagy bajod? Mert az enyém, azért! Egy nagy frászt! Campbell, ne állj le! Fejezd meg, Campbell! Tos, fejezd meg! Elég volt! Campbell! Hagyjátok már abba! Kaphatnék magyarázatot erre a színjátékra. Megrúgott, uram! A karomon, uram! Megrúgta a karomat! Megrúgtam. Le is nyomtam volna a torkán. Ezt a cigarettát én adtam a dörmesternek. Senki nem kérdezte. Én viszont magához beszéltem, kapitány. Mit mondott, Hörn? Azt mondtam, hogy Campbell lopta ezt a cigarettát. Nem érdekel a szaros kis cigarettája. Pedig jó lenne, ha érdekelnék. Tizedes, vegye őrizetbe ezt az embert. És nem akarok több ilyen ügyet. Vegye őrizetbe ezt az embert, és nem akarok több ilyen ügyet. Mit képzel, hol van, átkozott vajankó? Ide hallgasson, Hörn. Úgy látom, addig nem nyugszik, amíg a lehető legnagyobb bajba nem keveri magát. Ez a célja? Csak el akarok tűnni innen. És ha volna egy csöpp esze, már régen visszafordultunk volna. Köszönöm, Hörn. Van még hozzáfűzni valója? Igen, van, uram. A legutóbbi őrjárat a mészárszéken végezte, és azzal sem szerez érdemeket, ha mindannyiunkat lelövet. Miért nem fordulunk vissza, ahogy jó kis fiúhoz illik, mielőtt elpusztulunk? Nem tudom, hogy van vele, de nekem semmi kedvem hozzá. Köszönöm, Hörn. Fontolóra veszem a tanácsát. Tizedes, ez az ember le van tartóztatva. Ha visszatérünk a táborba, értesítse a területi hadbíróságot. Elégedett, Hörn? Nyugalom, fiacskám. Vigyázz magadra, fiacskám. Ezt az embert nem sok választja el attól, hogy lelőjön. Figyelem, tizedes. 5 perc múlva indulunk. Igen, uram. Rafferty, szólj Griffithsnek. Jól van. Továbbra is Griffith az utolsó. Úgy tűnik, nem csak maga lelkesedik kevéssé a kötelessége iránt. Talán ők sem önként jelentkeztek az útra. Eltalálta. És mivel a hadművelet az amerikai haditengerészetet szolgálja, valószínűleg borzasztóan távolinak találják a helyszínt. Higgy el, én is szívesen visszafordulnék. Ez a terve? Visszafordul? Teljesen mindegy, hogy mit gondol az akcióról, amiben belevágni készül. Jobban gondolhatja, hogy csak időpocsékolás. Vagy felőlem lehet hosszú hajú szolgálatnak tagadó. De ebben az esetben legyen mersze kimondani. Komolyan mondja? Az azonban biztos, hogy ha már benne van, felelős a maga mellé adott emberekért. Magától függjenek. És ez olyasmi, amit nem lehet semmilyen kifinomult vita tárgyává tenni.
Érti, mire gondolok? Hallottam, amit mondott, de még nem válaszolt a kérdésemre. Scott! Scott! Uram! Tizedes! Indítsa el az embereit! Indulunk! Fehérkét és a tündérherceget. Ne légy ostoba. Én is haza akarok érni, mint a többiek. Hé! Miért nem megyünk haza? Mi lenne, ha egyszerűen hazamennénk? Legfeljebb azt mondjuk, hogy a vén tündérherceg és hófehérke meghalt. Ezek a japánok fél év múlva is itt fognak ülni ebben a dzsungelben. Mi pedig ott fogunk ülni a mi dzsungelünkben. És ezen úgy sem tud változtatni egyikük sem. Ugye csak vicceztos? Úgy van, Scotty. Mindig viccelek, nem igaz? Itt megfürödhetünk, fiú! Végül nem csak a beszélgetőről fejlődik. Ez az, megérkeztünk. Ez az a hely. Ennél a kereszteződésnél válunk két felé. Velem jön Lawson hadnagy, Ernie Scott. Milyenkor rádióskodunk. McClinch Zedes a többiekkel a déli szekcióba megy, ott találhatók a barakok. A maguk feladata a figyelem elterelés. Ismereteink szerint csupán egy rádiókezelőjük van. Ideális esetben éjfélre kivonjuk a forgalomból, és fogva tartjuk, amíg a hadnagy saját készülékén nem továbbítja az üzenetet. Ha minden jól megy, éjfél után közvetlenül megsemmisítjük a rádiójukat, és a másik csoporttól függetlenül visszavonulunk. Jól van, lássunk munkához. Ne feledjék! Bármilyen mozgás észlelnek éjfél előtt, azonnal kezdjenek elterelő hadművelet. Ha nem történik semmi a robbantás előtt, visszavonulhatnak a pozíciójuk felfedése nélkül. Világos? Hadnagy, vezesse a sort. Gyerünk, Scott. Sok szerencsét. Önnek is, uram. Gyere már, te édi csiga! Ne feledjétek, síri csönd! Történt vele valami? Rögtön megnézem, uram. Mondja már. Cébekötés. Nem. Na, mutat valamit? Használhatatlan, uram. Legalább három lámpa összetört.
Lámpa. Elektroncső. Biztos benne? Igen, uram. Maga gazember szándékosan tette. Nem én tettem, Mr. Hornsby. Követelem a helyes megszólítást. Hallja! Hallja! Igen, hallom, uram. És meghallják a japánok is, ha nem fogja vissza a hangját. Sajnálom, uram, de nem tehetek semmit. Dobja a bokorba, bár is elkésztünk. El az utamból. Van tartalék rádió? Nincs. Ha jól hallom, egy átkozott generátor zakatol így. Mindenütt ez a 10 kivilágítás. Oh, mint akik látogatókat várnak. Szétszórulni, fedezékbe! Kiütődhet az ablaknak. Igen. Előfordulhat. Scott. Uram. Gondolja, úgy értem, van esélye, hogy működteti tudja a kunyóban lévő rádiót? Hát előbb meg kellene néznem, de az ilyesmi mindenütt egyforma. Jó, akkor azt hiszem megpróbálhatjuk. Mit próbálhatunk meg? Ha mind a hárman észrevétlenül bejutunk, én elintézem a fickót. Maguk pedig a rádión elküldhetik a hamis üzenetet. A sors furcsa fintóra, nem gondolják? Mit forgat a fejében, uram? Nem ez a parancsunk. Nem hadna, nyilvánvaló, hogy egyikünknek be kell jutni a kunyóba, ha el akarjuk pusztítani a rádióadót. Miért ne takarítanánk fel a kunyót is? Várj, ne jön a bandzima? Köszönöm a bandzindája? Mentőre.何で今のなんつなかったんだ何してきたな。はい、いいな。はい、で。あ、次、お酒をピャ。頼むきな。あの、俺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 の
Le kell adnunk az üzenetet a rádiónkon. Ha ez nem lehetséges, meg kell semmisítenünk az övékét. Fogja be a száját! De megyek és elintézem a rádióst. Amikor megjelenek az ablakban, maga és Scott csatlakozik hozzám. Leadjuk az üzenetet, megsemmisítjük a rádiót, és elmegyünk. Világos? Igen, uram. Uram, én ebben nem vehetek részt. Ön megtagadja a parancsot és túllép a hatáskörén. Azt csinálja, amire utasítom. Mi legyen az őr szemmel, uram? Tartsa szemmel, de amíg nem lő, magas előjön. Akkor se, ha észrevesz. Mi legyen, ha észrevesz? Fogom magam és egyenesen oda megyek. Ha észre is vesz, azt fogja hinni, hogy a saját embere vagyok. Uram. Mit akar? Önről Larry, hogy angol.
gondolja. Kapitány, figyelmeztetnem kell, uram. Ön megfeledkezik Thompson ezredes parancsáról. Ha oda megy, én nem megyek maga után. Megértette? Nincs joga vitatkozni velem, hadnagy. Tudja, mi a tennivalója. És magaszta a rádiót? Igen, uram. Hol az az átkozott hadnagy? Nem tudom, uram. Lassz! Megmondtam neki. Igen, tudom. De már ott vannak. Várják magát. Lassz! Gyerünk, induljon! Get out!
Csinálsz, amit akarsz, én eltűnök. Nem várok meg azt a kényes micsodát. Jövök már. Emberek, gyorsan! Mit keres itt, Tizenes? 3 perce el kellett volna itt. Igen, uram, csak önt vártuk, mert azt hittem, hogy... Fedezd odázni! Hogy jól lesz? Hogy tudom? Hogy csinál se akarj már? Se akarnak? Hogy? Mindan? Mi az van? Japán légierő. Ezt nevezem. Akár a délutáni műszak lakik. Bevizek a szememnek. 3 harsány ütrivalgás az amerikai felderítésnek. Tűnjünk el innen, mozgás! Menjünk tovább. Jobbra. Körbe megyünk. Körbe? Gyerünk, Ember! Megfordulni! Kétes, gyorsan! Fedezzen minket, Tor! Gyorsan! Ne nyitom!
するな。出たら敵に反響だが、反響ありますから。引き返す。投げに気をつけるな。気をつけましょう。Üdvözlöm Önöket. Nem kétlem, hogy meglepődtek a hangom hallatán. Annak érdekében, hogy biztosan meghallják, amit mondok, arra kényszerülök, hogy ezt a közleményt a mai napon ötször elmondjam. De holnap, ahogy egyre közeledünk Önökhöz, csak négy ilyen közleményre lesz szükségem. Szombaton. Ha még nem haltak meg, vagy nem estek fogságba. Más lehetőség nincs. Fogságba. Ha ránéznek a térképükre, láthatják, hogy amint dél felé haladnak a bázisuk irányába, helyzetük olyan, akár a Töltsérbe folyó vízé. Mire akar kiukadni? Hallották, uraim? Akár a Töltsérbe folyó vízé. Akárhol is legyenek most, bármelyik utat választják, nyilvánvalóan vissza akarnak térni a bázisukra. Ezért, ahogy szűkül a Töltsér nyaka, ahogy közelednek otthonukhoz, úgy kell egyre kisebb és kisebb területet átkutatnunk Önökért. Megtaláltuk elhagyott rádiójukat. Tudjuk, hogy légierőnk jelenléte a körzetben meglepetésként hatott Önökre, és hogy ezt az információt közölni szeretnék a bázisukkal. De ez nem történhet meg. Három napon belül mind halottak lesznek, vagy foglyok. De azért van más választásuk. Kérem, alaposan fontolják meg. Ha most mindannyian megadják magukat, mához egy hétre, mire mind az Önök, mind a mi terveink napvilágra kerülnek, szabadon bocsájtjuk Önöket, és megengedjük, hogy visszatérjenek bázisukra. Ez észszerű megoldásnak látszik. Természetesen alapos megfontolást kíván. De ne feledjék, egyöntetűen kell így dönteniük. Nem tehetünk kivételeket. Holnap ismét üzenek Önöknek. Addigra... Remélem felülkerekedik a józan eszük. Ha a javukra akarják fordítani ajánlatunkat, kérem lőjenek egy jelzőlövést a levegőbe. Azt ugyan várhatod. Végeztem. Minden jót, uraim. Neked is minden jó, te undoki sárga törpe. Közvetlenül mögöttünk lehetnek. Ha elég jó az erősítőjük, pokoli messze lehetnek. Mi a véleménye, uram? Miről? Hát, hogy a nyomunkban vannak. Ön szerint komoly az ajánlatuk? Ne légy már ilyen ostoba. Azt mondta, hogy jól bánnak velünk. Jól bánnak velünk, lecsapják a fejünket. Mióta vagy ilyen okos? Mit tudhatsz erről, nagy szájú? Valamivel többet, mint te, disznó. Láttam, mit csinálnak a szingapúri kórházban. Te meg inkább elfusz, nehogy megláss egyet is. Hát még amit velünk csináltak. Az biztos, hogy nem nyaralni visznek. Most, hogy láttuk a légibázist. Igaza van. Na rá, hogy igazam van. Tűnjünk el innen gyorsan. Gyerünk, fiú!
vigyázodik! あといくつぐらい今日はつけなければならないのですか。あといくつだ。 Fáradt vagyok. Muszáj lefeküdnöm. Uraim, ma szombat van, és a szölcsér, amibe beleestek, gyorsan szűzül. Bíztam benne, hogy elfogadják ajánlatomat. Ehelyett, ha jól tudom, meneteltek egész nap, és lehet, hogy éjszaka is. Figyelemre méltó erőfeszítés. Vezetőjük minden bizonnyal a nagy elhatározások embere. Nagyon kevés okuk van rá, hogy elégedettek legyenek vele. Mert makacs elhatározása arra ösztönzött, hogy megváltoztassam feltételeimet. Új ajánlatomnak időbeli határokat szabok. Naplementéig dönthetnek a sorsukról. Azután könyörtelenül megöljük önöket. Háborúban az ember nem lehet kíméletes. Sajnálom. Ha nem tetszik az új ajánlat. De a felelősség vezetőjük vállán nyugszik. Ne feledjék, csak lőniük kell egyet a levegőbe. De hadd emlékeztessem önöket arra is, hogy egytől egyig meg kell adniuk magukat. Megértették? Egytől egyig. Kapnak néhány percet, hogy meghozzák döntésüket. Most mit tegyünk, hadnagy úr? Hogy feladjuk. Azt már nem. Egy ujjal sem nyúlnak hozzánk. Holnap ilyenkor már otthon leszünk. Azt hiszem, nem tudja, miről beszél. Még a japán szerint is maga tehet róla. Adjuk meg magunkat. Mit szólsz hozzá, tartom? Hajtás, meg tudom érteni, miért akar a Jenki mindenáron tovább menni. Mert kivételesen tudom, hogy már így is nagy szarban vannak. Így a japánnak, ha akarsz, de engem felejts el. Előbb lőlek le, mint hogy bízzam bennük. Sőt, mi több. Még annál is hamarabb. Honnan tudod, hogy hazudik a japán? Honnan tudod? Miből gondoljátok, hogy mások, mint mi? Úgy van, kölyök, nem mások. Ezért hazudnak úgy, ahogy én is hazudnék. Józsi! Úgy tűnik, döntésképtelenek. Sajnálom. Talán némi pihenés után másképp gondolkodnak, de a feltételeim változatlanok. Szürkületig megadhatják magukat. Végezte. Tudtam. Az a gazember alig várja, hogy megölhessen minket. Honnan tudja, hogy ezt mondta? Várja meg őket, mindjárt ide érnek. Ebben az esetben ideje feladni. Azt próbáld meg. Jönnek! Földre! Feladjékbe! Kés! Kés!
Tessék el innen! Segítsenek már, fiúk! Gyorsan, vigyék el innen! Gyorsan! Tivitz, hozza a zsákot! Igen, uram! Eklén! Uram! Menjen utána! Emelje fel és vigye a dolga! Gyerünk! Gyerünk! Egyedül is felállunk! Emeljétek fel! Vigyázz! Halkabban! Gyerünk, gyerünk! Hé, vedd a hátra! Gyorsan, menjünk már! Gyerünk, igyekezzetek! Siessenek már az Istenért! Hozzák ki onnan! Gyerünk! Jó felé megyünk? Igen, arra! Félrevezetem őket! Futás! Remélem, nem követnek mindkét irányba. Gyerünk, fiúk, ne az hátok járjon! Futás! Adjuk meg magunkat, de úgyis hamarabb haza kell érni! Gyerünk, gyerünk! Emberevő pisztránkok közé. Hé, vigyázz! Óvatosan! Hé! Van rajtam egy vérző dudor. Nyugi, Tomi. Ez az. Jaj! Csak óvatosan. Nos, öreg cimborám, hogy nézek ki ott hátul? Á, nem vészes. Rendbe jössz. Miféle képtelenség ez, barátom? Érzem, hol hatott belém ez a sülvény, de azt nem, hogy hol jött ki. Na igen, nem is olyan jó a tömítésed. Ülj fel! Ez áll. Nehogy sírva fakadj nekem. Elég szoros? Igen. Tedd az ujjacskádat a csomóra. Okay. Ez az. Épp persze nem jött ki belőlem a golyó, igaz? Nem baj, elfér az ott benned, vedd el az ujjad. Háromig számolok. Egy, kettő, három. Megvagyunk. Kár volt aggódnom. Szerintem is, vagy lehet, hogy mégsem. Úgysem látjuk többet azt az átkozott jenkig az embert. Nem bizony. Tudod, marad szépen így, jó pajtás? Nem, most akartam új életet kezdeni. Tud járni? Csak a vizen. Akkor hát ennyi. Hallottátok, fiúk? Ez az ember megőrült. Vagy itt kell hagynunk, vagy megadjuk magunkat. Megmondtam neked, hogy senki nem adja meg magát. Na és mit akarsz csinálni vele? Nem tudod visszavinni a táborba, vagy igen? Ha olyan átkozottul okos vagy, mondd meg, mit csinálsz vele? Ide hallgass, te férbajos glaszvígyei marha! Nem elég, hogy itt ülök nyugakkal a hátamban, még azt is hallgatnom kell, amit itt összefecsegsz! Elég volt. Csönd legyen. Egy kilométerről hallani magukat. Mi zördültek össze, fiúk? Csak torton miatt, uram. Nem tud menni. Amondó vagyok. Hagyjuk itt, vagy adjuk meg magunkat. Ezt nyugodtan bízza csak rám. Addig meg pihentesse a lábait. Sötétedés előtt indulunk. Örn! Mindjárt jövök, Torni. Köztos, ezt a vért megérni, palatkozni. Nézzenek oda. Hópehérkénk megtalálta az első törpéjét. Kezd ez a babasúr egész kellemes lenni. Mennyi ideje van még Tortonnak? Nem tudom, de a jövő héten már biztosan nem lesz itt.
Hova mész? Hova indultál? Tudod, mit fog csinálni ez a jenki? Mit? Ne gondold, hogy élve itt hagy. A saját kezével ölnek. Megöl? Miért? De tenni. Csak az érdekli, hogy visszajusson a táborba. Törődik is veled. Hallottam, hogy ezt mondja. Menj a pokolba. Az egyetlen mód, hogy biztonságban kijuss innen és meggyógyulj, ha megadod magadat. Figyelj! McLean, Griffiths és én beszélünk a japánokkal. Ha megpróbálod, a saját kezemmel öllek meg. Neked elment az ezett pajtás. Nincs más választásunk. Gyáva disznó. Csak a saját bőrödet akarod menteni. Na ide hallgass, Thornton! Az ég szerelmére. Még így sem tudod békén hagyni az embert. Sajnálom, Torni. Elhiheted. A te érdekedben is teszem. Tessék, igyál egy korty vizet. Fogd csak meg, tessék. Na gyere, várj csak, megfogom neked. Itt van. Úgy, így áll csak. Ez az. Ez az. McLean, gyorsan, kelj fel! McLean! Ébredj! Thornton meghalt. Ki tudja, mire készül a jenki. Gyere! Mi történt? Mi van? Gyerünk! Kelj fel! Ébresztő! De hol van? Thornton meghalt! Gyertek! Gyertek! Nem hagyhatod itt ott! Sos itt marad a hadnaggyal. Mihelyt megtaláljuk a japánokat, biztonságban leszünk. Tossal együtt! A nyomajás, hol vannak a többiek? Honnan a pokolból tudjam? Magának kellett volna őrt állnia. Mocskos gazemberek. Utánuk megy? Nem, arra nincs időnk. Közelebb vannak a japánokhoz, mint hozzánk. Csak úgy van esélyük az életben maradásra, ha elárulják nekik, hol vagyunk. Gyerünk, futás! Jó napot, uraim! Mint megtudtam, a bajtársaiktól. Most már egész biztos, hogy hallanak.
Gondolom már tudják, hogy bajtársaik úgy döntöttek, hogy életük védelmében megadják magukat, és közlik velünk tartózkodási helyüket. De megszöktek. Ezért barátaik sorsa kétséges. Döntésük értelmetlen, ha önök nem csatlakoznak hozzájuk. A sötétedés előtt megadják magukat. Állom a szavamat. Jó bánásban részesülnek, és néhány nap múlva visszanyerik szabadságukat. A Campbell nevűvel nem bántunk kesztyűs kézzel. Megtaláltuk nála egyik tisztünk személyes tárgyait. Híradós hadnagyunkét, aki az elmúlt kedden tűnt el. A holttestére tegnap bukkantunk rá. Ezt a hadnagyot nagyon szerették az emberei. Bizonyára megértik, nem sokat tehettem, hogy megakadályozzam őket. Még ha akartam volna is. Ez az incidens egyikünknek sem válhat a büszkeségére. Minden esetre a fő problémánkon nem változtak. El kell dönteniük, mi legyen két bajtársuk sorsa, kik még mindig a fogjai. Magukon múlik, hogy életben maradnak-e. Szentőr, ide tudod. Ogyó! Ide! Ha életben akarnak maradni, rá kell venniük a barátaikat, hogy adják meg magukat. Megértette? Igen, uram, igen. Beszéljen velük. Hadnagy úr, Tosh, én vagyok McLean. Igaz, amit az őrnagy mondott. Úgy értem Campbellről. Megmutatták a gyűrűt, amit a tisztől lopott. Még az ujját is levágta. Azért a gyűrűért. Senki nem tudta megakadályozni őket. De mi jól vagyunk. Ne feledje, hogy az élete múlik rajta. Uram, tudom, hogy nem lett volna szabad Campbell-lel tartanunk, és nem kellett volna elárulnunk a rejtek helyüket. De Campbell ötlete volt, és azt gondoltuk, így a legjobb. Kérem, ha nem adják meg magukat, nekünk kell megfizetni az árát. A tizedese kitűnő javaslattal szolgált. Egyikük számára sem maradt más választás. Vagy megadják magukat és életben maradnak, vagy megpróbálják elkerülni az elkerülhetetlen. De akkor visszavonom ajánlatomat. És a két bajtársuk még ma éjjel meghal. Maguknak kell dönteni, sötétedésig gondolkodhatnak rajta. Kérem, hadnagy úr, tegye, amit mond. Kérem. Tosh, kérlek. Nem igazán érdekel, mit csinálnak velük. Amit a japán kigondol, azt meg is teszi. Függetlenül attól, hogy mi mit csinálunk. Ha azt mondja, hogy nem adjuk meg magunkat, egyet értek. De ha azt hiszi, hogy holnapra visszaérhetünk a táborba, akkor elment a józan esze. Pedig pontosan ez a tervem. Ha elérjük a tisztást a tábor szélén. Most, hogy ketten vagyunk, kétszer annyi az esélyünk, hogy átjutunk rajta. És maga barátom követi minden egyes lépésemet. Nézze, hadnagy úr! Egyikünk sem akar meghalni, igaz? Magam sem hittem el egy szavát sem a japánnak. Nem én. Tudom, ha egyszer a kezébe kerülünk, végez velünk. Akármit is ígért. Ezért mostanáig életben maradásunk záloga a hazatérés volt. De most van más megoldás. Olyasmi, amire senki nem gondolt. Senki, kivéve engem, igen. Mondja. Roppant egyszerű. Visszafordulunk,
Két-három órát északnak megyünk. Letérünk az ösvényről, alszunk néhány napig. Aztán csak nevetünk. Nevetünk? Igen, nevetünk. Mert ha a japán zuhanóbombázók hétfőn megtámadják az amerikai konvojt, a japán őrnagy nem keres minket. Nem igaz? Mert már nem érdekes, hogy hol vagyunk. Szóval, egyszerűen megpihennénk. Néhány napig. Visszamennénk a táborba, és senki nem szólhatna egy szót sem. Hé, mi rossz van ebben? Nem én kértem meg őket, hogy küldjenek ide. Ha visszajutok, azt mondják. Gratulálunk, Hörn. Jó munkát végzett. Most hazamehet, ha akar. Vissza abba a koszos kis odúba, ahonnan jött. És magát mivel jutalmazzák, hadnagy? Elnököt csinálnak magából? Nem. Ha megölnek minket, senkinek nem fogunk hiányozni. Magunkat kivéve. Hé, Enki! A japán őrnagy arra számít a legkevésbé, hogy felmegyünk északnak. Mi a véleménye? Van fogalma róla, hány ember hal meg azokon a hajókon, ha nem figyelmeztetjük őket. Rendben. Néhány száz Enki a fűbe harap. Miért álltak katonának? Százak. Ezrek. Máskülönben tudom, hogy nem a Enkik miatt aggódik. Mert ha azon múlik az életük, hogy visszaérünk-e, akkor nekik már édes mindegy. Megmondom én, hogy mi hagyja magát, mint egy valakba lőtt békát. A vén tündérlábú Horsby, mert úgy érzi, hogy cserben hagyta. És ez egyszer átkozottul jól gondolja. Mert így van. Ugyanúgy megölethette volna magát. De ha most meghalunk, azzal nem old meg semmit. Úgyhogy Horsby a maga baja. És a Jenki tengerészek is a maga baja. Ha most jutott az eszébe, hogy játssza a hőst, hát van egy nagyon rossz hírem. Eszem ágában sincs magával menni. Nekem is van egy rossz hírem. Én. Mint már mondtam, egyikünknek vissza kell mennie. És ha nem jön velem, kénytelen leszek itt hagyni. Holtan. Megértette? Igen, uram. Hogy el ne felejtse. Ugye nem felejti? Uraim, lejárt az ideig. 30 másodpercet adok. Ha nem adják meg magukat, kénytelen leszek kivégeztetni két bajtársukat. Add az égek velein! Kérem, mondd, hallgasson rám! Meg kell hallgatnia! Megöllek minket, ahogy Campbellt is megölték! Kérem, mondd, úr, ne engedje, hogy megtegyék! Ne engedje, hogy megöljenek! Thank you.
tényleg ilyen könnyen elhitték, hogy megölöm magukat? Gyere! Ho! Gyere, jó, szatú, hamán! Az a mondja, karatot, tonnak, tettem, szazé! Kare! Kare! Jön! Majé! Majé! Kare! Majé! 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 Sok hátra. Honnan a pokolból tudja? Már nem lehet. Nem lehet messze. Nem, uram, nem kérek többet. Köszönöm, uram. Jóika! Ho! Állj fel, te skótka az ember vagy, szétrúgom az agyadat! Jó reggelt ismét! Bizonyára már nagyon-nagyon fáradtak. Nagy utat tettek meg az éjjel. Igazán figyelemreméltó erőfeszítés. Figyelemreméltó, de nagyon csekély az eredménye. Pofa, bete, undok, sárga féreg. Gyorsan haladtak, de mi még gyorsabbak voltunk. Hamarosan észreveszik, hogy a nyílt mező közelébe értek, mely bázisuk védővezeteként szolgál. De néhány embere már elérte ezt az övezetet. Röviden, teljesen körülvettük magukat. Nagyon az aljára értek annak a tölcsérnek, amit annyiszor emlegettem. Megértem elhatározásukat. De ekkora erőfeszítésed, és feladni életüket egy ilyen ostoba helyzetben. Tanúbizonyságot tettek arra, hogy bolond. Arra is, hogy inkább döntenek jól. Adják meg magukat, és életben maradnak. Elárulom önöknek, hogy a hősi halottaknak járó kitűzetés részből kész. Többlet súlycsupán fogosztóljuk van. Tökkel ütött, barom! Az életükért cserébe a szabadságukat kérjük. Minden dzsungelbe vezető svéd szemmel tartjuk. Ez azt jelenti, hogy nincs hova elrejtőzni. Nem tudnak visszavonulni saját nyomaikon, ahogy azt korábban tették. Ezért egyáltalán nincs esély. Mi ez az egész? Szólj a törzsöd mesternek. 3 percet adok, mely során szeretném... Ha meggyőződnének róla, hogy amit mondtam, az igaz. A 3 perc elteltével... Vagy megadják magukat, vagy meghalnak.
Lőjenek egyet a levegőbe, jelezvén, hogy megadják magukat. Ha nem, az emberei megközelítik, és megölik magukat. Lábhoz váró! Mi történt? Nem tudom, mi ez, uram. Hívja Thompson ezredest. Gyorsan! Szóljon Color őrmesternek. Igen, uram. Yeah. Őrmester úr! Mi ez a hang? Készülnek valamire. Az biztos. Megint a japánok. Mi történt, uram? Nem tudom, mi lehet ez. Az öregért küldettem. Fegyverezze fel az embereit. Igen, uram. Gyerünk! Kibarkodjanak, katonák! Gyerünk, gyerekek, hogy indulnak! Mozgás! Gyerünk! Mozgás! Gondoskodjon róla, hogy az emberei fedezékben maradjanak. Mindenki a helyére! Készenlétben! 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 Jó reggelt, uram! Jó reggelt! Minden rendben? Igen, uram. Fegyverek? Minden lőállás készenlétben. Úgy tűnik, mintha valami hangos beszélő lenne. Van még valami jó ötlete? A türelmem igen-igen véges. Úgy látja, hogy még mindig van esélyünk. Kicsoda? Gucs. Mi másért adna 3 percet? Miért nem lövett le most? Igen. Miért? Nem tudom. Lehet, hogy túl kevesen vannak. Talán félnek közelebb jönni, vagy kikergetni a nyílt mezőre. Ó, persze. Félnek ránk pazarolni a golyóikat, mi? Lehet. De még mindig ketten vagyunk. És egyikünknek akár sikerülhet is. Már csak 2,5 percük maradt. Jól jönne, ha valaki fedezne. Mit gondol, csinálnak valamit a barátai? Igen. A reggeliüket. El kellene egy kis segítség. Talán, ha leadnánk a jelzőlövést. Miért pazarolnánk a lőszert? Talán... Ha leadjuk a lövést, legfeljebb megzavarjuk a japánokat. De ha megölnénk az őrnagyukat, nem lenne senki, aki parancsolna nekik. Össze-vissza rohangálnának. Ezzel nagy előnyre tennénk szert. Már úgyis olyan régóta könyörög az a kis mocsok. Nem igaz? Nem? Mindössze 1,5 percük maradt, urai.
hátralép! Minden fegyver készen lép be! A többiek húzódjanak hátrébb! Nem kellene célpontban! Fusson cikcakban. Maga cikkben. Én meg cakban. Oda nézd! Ott vannak! Ott vannak! Nikita! Nikita! Gyerünk, te menj ki ez a sikerülni! Látja, melyiket tő az! Oda vannak! Kedezzék őket, örvester! Gyorsan! Fedező tűz! Elég vagy itt hát! Géppuskalövészek! Maradjanak készenlétben és fedezzenek!
Nyugalom, fiam. Nyugalom. Voltak más túlélők is? Vagy csak maguk ketten? Ki volt az, akivel idáig eljött? Azt kérdeztem, ki volt az, akivel idáig eljött? Azaz. Ember. Egy hős volt. Megölt 15 szemét japán. A puszta kezében. 15-öt. 30-at, ha úgy tetszik. Magyar szöveg Varga Maria, hangmérnök Gyapjas Károly, vágó Kovács Jutka, gyártásvezető Nagy Zoltán, szinkronrendező Kertész Andrea. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Hidivox stúdióban a Hangkép BT készítette.